Hát én azt nem szeretnék, csak hogy a pocakom tele legyen vele. Aki nem dolgozik, az ne is egyék. Elég dolgozni! Marjorika, ez nagyon fáj. Fáj bizony, menjél dolgozni, te napokó! Jaj! Oda nézzetek! Pirosra verte a sapikámat. Piros, de nem ennyire. Még az a szerencse, hogy elment, így most már aludhatok egyet. Jó éjszakát! De ha erre jönne valaki, szóljatok. Megígéritek? Igen! Jaj, hát akkor jó éjszakát! Jaj, segítség, baszilákat! Marjorika! Merre vagy, Marjorika? Nem láttátok a feleségemet? Nem! Alszik! Micsoda? Alszik! Alszik? Hol alszik a feleségem? A fejében! Micsoda, az ördög? A fejében alszik az ördög! Oh, elvitte az ördög? Igen! Megölte! Marjorika, elvitte az ördög! De akkor az ördög volt! Na, utána megyek én, mert ki fogja nekem kimosni a gatyáimat. Marjorika, de hogy érem én utol az ördögöt? Halljátok, de tudjátok mi? Veszek egy lovat a lókupec Marintól, arra felülök, és utolérem az ördögöt. Hey! Mariné, hajj te!
Már ide! Ha a szarubinába jürülé, a kezeinket, lábainkat csukálod. Én vagyok Marina a lókupec, van egy eladó magam, akit úgy hívnak, hogy Lajcsi. Magának megszámítom lábam 200 aranyért, azaz 600 frissen mert aranyért. Be akar ez engem csapni, halljátok-e? Ezért a rossz kebéért 600 arany. Majd mindjárt kifizetem a bugyellárisból. Mari, hozom a bugyellárist, abból kifizetek, jó lesz-e? Jó lesz bizony, de frissen mert arany legyen. Az lesz, meglátod. Már hozom is. Eladó? Azt a rossz gebény, aztán veszünk az árából Suzuki-t, jaj! Mari! Itt a bugyellár is! Hallod, te? A nagyon lapos ez a bugyi, vagy mi a csoda? Jaj! Hát tartsd a markot, mindjárt beléjszámolom! De friss embert arany legyen! Az lesz, meglátod! Kezdhetem? Kezdhetem bizony! Ha mit csinálsz te? Friss embert aranyat kértél, most verem, be akartál csapni azzal a rossz gebébe. Te jössz! Na mi van? Találj el! Te jössz! Én jövök! Na, halljátok, eznek ennyi elég volt, de most már hol találom meg a feleségemet? Biztos odaadta az ördög a halálnak. Megvolt! Megvolt! Merjurika, merjurika! Száját, mert kezdődik a mese, nem lesz ez így jó. Kinyitja a száját, belerepülnek a legyek. Becsukják a szömüket, nem látják a mesét. No szóval, mindenki nyissa ki a szömit, csukja be a száját, tátsa ki a fülit, mert kezdődik a mese az aranyszörű bárányról. Hol volt, hol nem volt? Hetet hét országon túl, az üveghegyen is túl, de még Pósva határán innen jött egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint égen a csillagstán, még egyen is tört. A legkisebbik ügyibe való legényke elhatározta, ő bíz nem tűri a szegénységet, hanem elindul világot látni. Így is tett. Tarisznyát akasztott a vállára, szalonnát rakott beléje, megfújta a pikuláját, s útnak ered. Ment, mendegény. De majd újra eljátsszuk kétszer-háromszor a történetet a kedveteké. No szóval a király kihírelte, hogy annak adom a leányom kezét, aki megnevetteti. No jöttek. Külországból, herceg, grófok, ország gyűlési képviselő. A maguké is arra járt talán. De ennek se sikerült, a fejük a földre hullott, nagy volt az igazság szolgáltatás ereje még ekkor. No, gondolta a legény egy életem, egy halálom, én víz, megpróbálom. Megfújta a pikuláját, táncra perdült a bárán, bárán megett a leán, leán hátán a lapát, lapát végén az asszon, asszon hátán a pálca, pálca végén a pap, pap háta megett a vénasszonyok. Hely, nevetett a király, de víz, nevetett a király leánya is. Az anyomban megtartották a lakodalmat, tán még ma is élnek, ha meg nem haltak. No, ennyi volt, mese volt, az Isten megtertse kenteket. Ez jó volt. Ez jó volt? Ah, jó volt. Gyere, öcsém, te is hajolj meg itt a nagy közönség előtt, hogy lássák, hogy ennyire tetszett neked. Köszönjük a tapsviat! Az Isten megtartja kenteket. Aztán... Szerintem mindjárt bekövetkezik, amire már annyira várnak, és annyian várnak, télapóra. Megérkezik, mi? Nem télapó az egy. Köszönöm!
aztán is fáradtam. Aztán már se tudtok. Aki tud belesik, az jöjjön fel. Ide. Thank you.
Köszönöm.